you may not be no beauty, but you sure look good to me. 2022. május 25-e szerda, Kimlei Kertbarátok első kerékpártúrája. Végig megyünk a Kavics úton, megnézzük Kimle nevezetességeit. Reméljük, hogy az időbe belefér, mert délután 2 óra van, és állítólag elég hosszú, még mindent végigjárunk. Most van a gyülekező, aztán pár perc múlva indulunk. Látogatóközpontnál vagyunk. Well, you may not be no beauty, but you sure look good to me. Well, you may not be no beauty, but you sure look good to me. Az épületet 1911-ben Hőnel Béla tervei alapján bővítették. Homlokzatát egykor a bejárata felett egy Mária szobor díszítette, mely az államosításig védte a katolikus iskola gyermekeit. Magyar Kimle lakosai mindig hívők voltak, Máriára bízták a közösen felépített iskolát és minden lakóját. 1948-ig a helyi egyházközösség fenntartásában működött, ekkor államosították, az alsó tagozat 2 osztálya számára 2001-ig. Az iskola bővítéséig itt folyt a tanítás. Ezután tájházként működött, majd 2017-től 20-ig top turisztika pályázat támogatásával teljes felújításon és átalakításon esett át. Régi fotók alapján visszanyerte eredeti homlokzatát, a restaurált Mária szobor is visszakerült a helyére. Jelenleg látogató központként, falumúzeumként a hagyományőrző rendezvények legfőbb színtere. Hát ugye az én időmben, az 50-es években, 50-es évek elején épült az óvoda. Aki ismeri itt a Laci, vagy egy kicsit idősebbek, azok tudják, hogy itten, ha egy ilyen nyári zápor jött, akkor itt egy térdigérő tócsa volt, ugye egy kis Balaton, ugye, és a torma, ilyen marha levélle, a torma diszlett ebbe, kérem szépen, aztán 50-ben tulajdonképpen azért került, mert most is mélyen van, ha nézik ezt az épületet, ugye a tervezőnek egy méterre fölköllött volna emelni, mert az utat aztán emelték tulajdonképpen, de én ebbe az óvodába jártam még, tehát hogy mondjam, ez még egy pár esztendőt, ami abban az időszakban azért ezt is mondom, hogy tejporból készítették a tejet. Ez az 50-es években, és hát ugye az Istennek nem tudtam meginni, hogy olyan kis asztalok voltak, aminek föl lehetett tömelni az lapját, és akkor ugye plutty már benne is volt, na most ugye takarításkor ugye ez kiborult, ugye, aztán hát ugye ez az út bezárult, ugye, és akkor nem alumínium poharak voltak, ilyen, hát ilyen másfél decis alumínium poharak, ugye, addig bazdirgáltam a nyelit, ugye, mikor ugye, ki, ugye nittel volt oda, ami két sugárba ment a tej, aztán kivettek az étkezésből, úgyhogy... De azért jó óvoda volt, egy óvónő volt, ugye, mert néha azért fölmerül, ugye, hogy most ugye, hogy kevés a pedagógus, meg ez az amaz, ugye, kérdezték, hányan voltunk. Itt voltunk talán 50-en, ugye, aztán egy tanár volt még a másik felén, mert ott is volt még 40, ugye. Akkor még meg lehetett fogadni a gyereket. Tulajdonképpen Kimlén, mert és azért, tehát ne értsétek félre, én nem nemzetiségi kérdést akarok ebből csinálni, vagy provokálni. De azért Kimlén abban az időben, ugye a községnek kellett építeni amit épített a falunak. Ezt az épületet, vagy ennek az ősét, ugye, a falu adta össze. A paplakot, nem a pap, ez a kimlei hívők adták össze, ugye? És akkor hát ugye, de én büszke vagyok rá, hogy van mit felújítani Kimlén, ugye? Mert ez is 33 helyet tulajdonképpen együttesen nem is tudjuk, és biztos, hogy lesz, találkozunk a többség. Nek tudunk olyan mutatni, amit nem is tudja, hogy van, vagy volt, vagy hol van. Ja. Erzsiké, most te következel. Hát ugye, akik mi itt élünk, nekünk
hát mondhatnám azt, hogy kötelességünk, hogy ezeket a helyeket ismerjünk, és ha jön valaki ide, akár külföldről, vagy egy Magyarország más területéről, és ha azt akarjuk mondani, hogy mit nézzenek meg, hát akkor tudjuk mondani, meg tudjunk egy-két tőmondatot mondani arról. Egy-két tőmondatot mondani arról, hogy tulajdonképpen hogy képzelte, vagy hogyan lett ez, mikor lett nagyjából, milyen céllal, kik építették. Sajnos, ugye azért Kimléről, ugye itt van a paplak, és hát ugye itt volt egy nevezetes papunk, aki hát annak idején ugye meghalt és fölravatalozták, ugye, és hát volt egy pár óra, amikor nem őrizte senki, csak égtek a gyertyák, és egyedül volt. A gyertya eltűnt, kérem szépen, és tűzütött ki, kérem szépen, a szekrény, az anyakönyvi kivonatok nagy részével megsemmisült, ugye, tulajdonképpen is ez hiányzik azért a Kimle életéből, mert ezekben az anyakönyvekben ugye mindent leírtak, az esküvőt, ki volt a tanú, még azt is ugye 1800-as években azt is beleírták, hogy a tanúknak milyen jövedelmi forrásuk volt, vagy milyen hány hót földjük volt, vagy milyen, ugye, tehát leírták, aztán később is, hogy tulajdonképpen a keresztelésnél, kik a keresztülők, honnan jönnek meg. Tehát ez egy pápai kamarás volt, és hát nyilván, úgy mondjam, pénze volt, vagy pénzhez jutott, hogy honnan, nem tudod. Ez 40 hegedűt vásárolt, és a kántor tanító megbízta azzal, hogy 40 gyereket jelöljön ki, és hegedűni tanította. Na most a 40, ez ilyen 10 évtől 13-14 éves korig, ugye, és hát ugye az a évek során ebből a 40-ből ugye lemorzsalódtak, de lett 25 olyan, aki azért tudott, hát elsősorban a templomba hegedáltak, ugye, aztán később ugye esküvőkön, bálokon, hogy mondjam, zenétek, tehát egy egész, hogy mondjam, komoly zene, akkor, hát ugye ez hiányzik, ugye erre voltak próbálkozások még a Vide idejében, az volt a TS elnök. A kánkori templom a 13. századból. A török hadjáratok után 1683-ban újjáépítették. A barokk stílus jegyei a 18. században jelentek meg. Sokáig befalazva rejtve voltak a templom igazi értékei. Az 1230 körül épült templom románkori bérletes kapuja és a lőrészszerű ablakai az 1986-ban elvégzett műemlékvédelmi feltárás során kerültek elő. 2011-ben az új toronysisak elhelyezésekor időkapszulát találtak a kereszt alatti gömbben, mely két 19. és 20. századi felújítást rögzítő dokumentumot és régi pénzérméket tartalmazott. 2016-ban került sor a belső felújításra. Ekkor fedezték fel a falba, befalazva, egy karzatba ívelő régi lépcsőzetet. Templom belső. Az oltárkép Mária találkozását ábrázolja Erzsébettel. Az oltár melletti Szent János és antihókai Szent Margit szobrot a Renicer család adományozta az első világháborúban elesett fiúk emlékére. Az északi falon a Piéta jelenetet ábrázoló kép helyezkedik el a német nyelvű, kőből faragott keresztút stáció képei között. A két világháború áldozatainak és a németek kitelepítésének emléktáblája látható. Mellette áll a Szent Jakab zarándokút kilométerköve, jelzi a távolságot Santiago de Compostelláig a zarándokok számára. Ugye ez úgy került ide, ugye, hogy Kimlét ugye bekapcsolták ebben a Szent Jakab buszba, ugye ez Lébény, Budapestről indul, Lébényen keresztül jött itt a Hanságon keresztül, itt a Anna kápolnál temetőnél itt megy ki Novákra. Én segítkeztem abban, mert több helyen van ilyen letéve. Helyen korábban is a plébánia épülete állt, a jelenlegit 1920-ban szentelték fel. Leghíresebb lelkipásztorai Rómer Flóris, Rómer József Alajos, Parapatics János, Somogyi Gyula és Gladics Pál voltak. Az utóbbi négy atya síremléke a Magyar Kimlei temetőbe található. Well, you may not be no beauty, but you
barátság szobor és a hársfa. 92-ben a templom melletti házban lakók Rónejsz Ferenc állítatta azzal a szándékkal, hogy gyermeke nem lévén a család neve fennmaradjon. Mellé a testvére Erzsébet három hársfát ültetett, amelyből egy máig a falu ékessége. A hársfa 15 méteres magasságával, 50 méteres koronájával impozáns látvány, környéke kedvelt közösségi szintér. A közelében Csepereli két csemetéje 2018-ban az év fája versenyen 4. helyen végzett. Egykor alatta pihentek meg a Mária Kálnok felé igyekvő zarándokok, karácsonykor az éjféli misét követően a helyi fúvó zenekar itt játszotta a csendesét. Napjainkban az adventi gyertyagyújtások helyszíne. Túlélte egy évszázad viharos történelmi viszonyait, körülötte megváltozott minden. Új házak épültek, új nemzedékek nőttek fel, ám a hársfa e változó világban rendíthetetlenül hirdeti a megmaradást és az örök megújulást. Koronája évről évre egyre nagyobb árnyat nyújt a megfáradt vándornak, és minden május megfűszerezi virágillata. A nem öreg apám, ükörreg apámnak a testvérje, az itt a szélső házba Stipkovics nevezetű János József volt feleségül, és ez a Ferenc, ez ennek a lánynak, a Krónejsz lánynak az öccse volt, aki tulajdonképpen vénlegény volt, ugye, és hát azért abban időben is, ugye, a vénlegények általában pénzesek, ugye, mert ezek összerakták a lóvét, ugye, és akkor hát ugye az emeltette ezt a részt, ugye, hogy Gröcsli Rézi néni, aki a Lurviéknál, a Sálinkteri néni, ugye, aztán akkor volt még egy Miksa, egy János, aki Nikelsdorba lett a legnagyobb paraszt, egy Nikelsdorfi leány, egy feleségű, az nem is olyan régen haltak meg. 4. Béla király szobornál állunk. 2001-ben a millenniumi emlékére állítatta a település, arra emlékeztetve, hogy uralkodása idején épült a Sarlós Boldogasszonynak szentelt magyar kimlei templom. Rieger Tibor szobrászművész alkotása Bertalan Iván alpolgármester kezdeményezésére pályázati támogatással és lakossági adakozásból készült. A kis hidat Krankovics Antal helyi asztalos, a faragott címert Tóth Péter készítette. Well, you may not be no beauty, but you sure look good to me. Well, you may not be no beauty. Ugye, mert azért ebben már én is részese vagyok. Ugye ez 74 előtti döntés, akkor a Vida Hendrik volt a TSZ elnök, ugye, és hát ország első TSZ-e is lettünk. Tehát mit egy jól menő CG alakultunk, tehát pénz volt, ugye, tehát nagyon az állam akkor nagyon behatárolta, hogy a pénzköltés csak úgy elszórni, elherdálni nem lehetett. De ehhez hozzájárultak, hogy itt egy faluházat építünk. Tulajdonképpen az volt az első terv, az ott, ahol a Riza lakik, a Bilt mellett, hogy oda épül. Ott nem lett volna jó helyen, tehát ez így sokkal jobb hely. Ide épült, és hát ugye akkor a TSZ építő brigádja, tehát meg lett tervezve a TSZ építő brigádja, és a TSZ pénzből nem volt állami támogatás. Faluház. Széles társadalmi összefogás mellett a Kimlei Rákóczi Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet építette az akkor még lapos tetejű épületet a kultúra számára. 1974. augusztus 20-án adták át, nevét Cserháti Sándorról, a híres mezőgazdászról kapta. Nagy terme 250 fő befogadására alkalmas. Egykor moziként is működött a Szigetkőz legnagyobb községi kultúrháza, melyben az országos színjátszó találkozókat is rendeztek. A létesítmény napjainkban is számos művészeti csoportnak ad otthont. Helyi, regionális és nemzetközi rendezvények helyszíne. Következő állomás. Régi bölcsöde.
Mária Dombormű a Mikkeller ház falán. A Vízpart utca 8-as szám alatt egy magántulajdonban lévő ház falán látható ez a dombormű. Az épület a Mikkeller család tulajdonát képezte, a Mária Domborművet is ők készítették. Gyermekük nem született, örökös nélkül, a tulajdonosok végakarata szerint a ház a községre szállt, melyben 1952-től egy idei bölcsödét működtettek, mely időszakosan volt csak nyitva, május 1 és november 1 között, amikor a mezőgazdasági munkák folytak. Well, you may not be no beauty, but you sure look good to me. Well, I know one thing for certain, I won't ever set you free. 1923 végén a korábbi kompközlekedés helyén készült el az első állandó Dunahíd, amely összekötötte horvát Kimlét és magyar Kimlét. A híd ötletgazdája és építetője Mautner Henrik, Novák Puszta birtokosa, aki Novák Pusztai üzemei és a vasútállomás közötti teherszállítás fejlesztésére lóvasutat kívánt létesíteni. A faszerkezetű hidat 1923. december 17-én adták át, jelentős változásokat hozott a község lakóinak életében. Mivel a helyi gazdák segítettek kavics és földhordással a hídfők kialakításában, a falu teljes lakossága ingyen használhatta a hidat, míg másoknak hidvámot kellett fizetni az átkelésért. 1930-as évek végére sokat romlott a híd állapota, faszerkezete elkorhat, állandó javításokat igényelt, amit tulajdonosa több ízben elvégzett. Visszafordíthatatlan állagromlást 1945-ben szenvedett, amikor a visszavonuló német katonák egy helyen felrobbantották. Ezután a hidat középen aláducolták, a hasadékot bepallózták, fapillérei betonnal megerősítették, és így az még 20 évig az új híd átadásáig biztosított átkelést a személy- és szekérforgalomnak. Élt egy iratlan szabály a lakosság körében. A híd közepe jelentette a falu határát. Mivel a két település fiataljai nemigen szívlelték egymást, nem volt tanácsos átkelnünk a túloldalra, mert az kiadós verést is eredményezhetett. A 42 évet szolgált helyiek által régi hitként emlegetett átkelő veszélyessé vált, faszerkezetét az új híd átadását követően 1965-ben elbontották, négy pillére pedig a falu jelképévé vált. A balparti második pilléren az árvizek tetőzésének szintjét mutatják a jelek, a jobb partira pedig 2015-ben Trianon emlékkereszt került, mely különösen megkapó látvány nyújt este megvilágítva a sötét folyó felett. Ebben volt a nagy Dunai árvíz, amikor Ásványráról elszakadt a gáz, és ugye az egész szigettől kitelepítették. Tehát 52-ben itt, hát valakik már látták, ugye, hogy ez veszélyes ez a híd, és akkor két év alatt tulajdonképpen a régi fahidat bebetonozták. Keszont csináltak, vizet ki, és bévőrű benne vannak, azért nőnek ott a fák, mert azok a fenyőgerendák benne ugye idővel kirohadnak, ugye bévőrű, rohadnak lefelé, nyilván. Hogy 54-ben az egész sziget közt ezen az egy hídon menekítették ki a sziget közbe. Tehát ezt nem csinálják meg, nem bírta volna el, hát ugye akkor a katonaság ilyen 3,5 tonnás csepelékkel minden ház kapott egy ilyen 3,5 tonnás csepelt, amire az arra föl tudtak rakni, azt fölrakták és vitték Mosonszolnok, erre Szent János, meg ezeknek a, hogy mondjam, a rész, ahol rokon vagy ismerős vagy valami volt, de tulajdonképpen ez egy szerencse. Előtte, az oszlopok előtt a jégtörők voltak. Tehát ugye ez egy jégtörők akácfa lábakkal, egy nagy, aminek az volt a célja, ugye, hogy valamikori fahidat védjék a jégzajlástól. De hát annak ellenére a gyerekkoromban itt volt olyan jégtorlasz, hogy az orosz szovjet csapatok robbantották föl a jeget, ugye, hogy mit amilyen le tudjon folyni.
Hát az oszlopok szerintem még most is, ugye, ha közlekedünk csónakkal alacsony vízállásnál, az oszlopokból még most is van, tehát aki nagyon sekély vízállásnál menne, hát egy mélyre merülő motornak a, lehet, hogy még el is érni a propettyúját. Fakorlát, ugye, és hát ugye akkor a vasárnapi attrakció az volt, hogy a falu ifjúsága itt volt a hídon, ugye, és akkor hát ugye a fiatalok innen ugráltunk, ugye a Mártinak a nagybátyja, a Józsi, ugye az egy mókás, azt akartam mondani uncut, de az is igaz lett volna rá, ugye, egy mókás ember volt, ugye, föntről, ugye, glottgatyába le, és akkor a víz alatt lehúzta, és akkor ugye a fehér fenekivel jött föl, hát ugye leányok fönt, ugye, kúrjongattak, ugye, ez volt a vasárnapi attrakció, ugye, de valaki odafutott, ugye, hogy meglök engem, nem lökött meg, hozzám se ért, de elveszettem az egyensúlyt, és akkor hát onnan már ugrottam, de hát nem sikerült egész talpast, hanem azért gyomorszájon vágott, úgyhogy én a víz alatt, tehát elájultam, és hogy mondjam, ugye, hát persze másodpercekig, ugye, amikor a víz földobott, akkor megzett, de fájt, ugye, arra emlékszem, ugye, hogy ujjaimmal kapaszkodtam, ugye, aztán hát ugye egy-két perc, ugye, aztán hát elmúlt a vízből, de hát ugye baleset is lehet. Ilyen magasan megrakva a kocsi, vízlaktunk. A csapat gyerek azt leste, most megjöttek a ásványok. És akkor ásványok, kis falucskó, kevés kenyér, sok káposzta, az anyátok szentségét. Lejjebb már jönnek autó. Mária képnél járunk éppen most. A Csereglé utcán haladva a falu szélén található a helyiek által Mária képként említett szobor, melyet Krónesz Mihály állíttatott 1867-ben. Elnevezése onnan ered, hogy eredetileg egy Mária képet akasztott a fára hálából, mert ezen a helyen megmenekült a villámcsapástól. Később a lebontott háza tégláiból készített talapzatot a szobor számára. A boltív az 1970-es években készült köré, a kerítés a templom egykori áldozó rácsából való. A szobor a húsvét előtti keresztjáró napok egyik állomása volt, itt tartották minden tavasszal a búzaszentelést is. A Mária kép után a csereglei szántóföldek között egy út vezet a bányatóhoz, mely a mosoni Duna kanyarulatát szegélyező hatalmas fák karéjában található. Az út mentén balra egyetlen sudári jegenyafa áll, melyet 1956-ban ültetett a forradalmi események emlékére idős Bertál József. A fa magassága 20 méter, törzse átmérője 100 centi, helyi védelem alatt áll. Téd a szó, Dudi néni. Na most mond, Dudi. Ez már fogságból jött haza Bertál Jóska bácsi, és annak az emlékére ütette, nem a forradalom. Nem, azt a Jóska bácsi ütette, a József is mesélte, meg a Florianna is, hogy a apósa ütette. Én is azt mondom, csak na, azért nem csak nagyon soká kint volt a fronton. És a fogságban volt. És annak az emlékére ütette. 56-ban az események nem jött mindegy. 2022. május 25-én a Kimlei Kertbarátkör megkezdte idei kerékpártúráját. Igaz, most nem a szomszédos községeket kerestük fel, hanem közkívánatra saját falunk emlékműveinek felkeresése volt a cél. Kimlei polgármesteri hivatal 33 Dunakavics úti könyve alapján kerestük fel a nevezetességeket. Délután 14 órakor kezdtük a kerékpártúrát, de már 2 óra múlva láttuk, hogy kevés lesz az idő minden kijelölt hely felkeresésére. Na meg az időjárás is közbeszólt, elerett az eső, így egy következő alkalomra tettük a túra befejezését. János szobránál vagyunk. Az orvosi rendelő előtt áll Nepomuki Szent János szobra.
Ő a folyók, hidak, vízimolnárok, halászok védőszentje. Levéltári adatok szerint Kimle legrégebbi szobrát 1785-ben állítatta Illésházi István földesúr. Eredeti helye a horvát kimlei Dunaparton volt, az egykori kompkikötő, majd a később felépült régi híd közelében. Az új híd átadásával a forgalom áthelyeződött a főútra, így a felújított szobor is új helyén vigyáz a hídon átkelőkre. Felé haladva találjuk a gyönyörűen felújított Mária szobrot, melyet 1843-ban Megyi Móri Tamás és felesége Jakosics Katalin állítatott. A szobor eredetileg beljebb állt az úgynevezett sárkányház udvarán álló gesztenyefák alatt. Előtte haladt a lóvasút az állomás felé. Később helyezték ki az út mellé jól látható helyre. Közben elerett az eső. De ide értünk Horváth Kimlére. Nem tudnak az utolat. Nem. Érdemes volt. Egyszerkétre beszéltem, hogy az éjjel. Margitka leírta a kódot Szent Flórián kápolnának a számát. Eléggé be van. Már megyek is. Szent Flórián kápolna. Mi arról keveset tudunk, egyházi jegyzőkönyvekben olvashatjuk, hogy Horváth Kimlén már 1844-ben felszenteltek egy Szent Flórián kápolnát, amiről legközelebb csak 1901-től olvashatunk újra. Ez a ma is létező kápolna elődje lehetett, ami előtt a Mecséről érkező zarándokok megálltak imádkozni. Egy visszaemlékezés alapján a mai kápolna 1922-ben épült, az 1910-es nagy tűzvész emlékére szentelték fel Szent Flórián tiszteletére, hogy az égiektől kérjenek oltalmat a településre. 1949. szeptember 23-án felszentelték a Farkas család által adományozott harangot. Napjainkban a tűzoltók védőszentjének ünnepén, május 4-én tábori szentmisét tartanak mellette. A szertartáson a helyi tűzoltók díszegyenruhában, a horvát énekkar és táncegyüttes tagjai pedig nemzetiségi viseletben vesznek részt. A kápolnával szemben állhatott a római kori Límes egyik őrtornya. 2022. június 13-a hétfő, folytatjuk a Kimlei Dunakavics bicikli kiállításunk második részét. Még gyülekezünk, várjuk a többieket. Na, megtaláltad, Margitka? Nem. Itt van te, itt van, nézd oda, ott a két koszorú között, nem? Szabadságharc obeliszkje. Az emlékművet az 1848-49-es szabadságharc során elesett honvédek emlékére emelték 1948-ban, a szabadságharc 100. évfordulóján. Lakossági összefogással készült a téglát, iskolás gyerekek a faluban gyűjtötték össze a melvéthez, ami ma már nem látható. Sokáig úgy vélték, hogy ezen a helyen magyar és horvát honvédek tömegsírja található. Valószínű, hogy a korábbi templom körül létesült régi temető sírjaira bukkantak. 1984-ben helyi összefogással a horvátok letelepedésének 450. évfordulója alkalmával készült. Egy burgenlandi okirat alapján az első horvát népcsoport
a török elől menekülve a mai Burgenlandon keresztül talált itt hazára 1534-ben. Máté Melsígy a Burgenland név horvátra fordításával nevezte el gradisztjai horvátoknak az itt élő horvát népcsoportot. Az emlékműben egy versének részlete olvasható horvátul. Magyar fordítása. Mindegy, mennyien vagyunk, ha kevesen is, csak egy kis csapat, de horvátok vagyunk. Éljen! A temető felé egy gesztenyefa sor vezet, melyet ugyancsak az első világháborúban elesett horvát kimlei hősök tiszteletére ültettek 1932-ben. A fák tövében egy kis kereszten az elhunyt neve állt. A fasort 1934-ben szentelte fel Pintér László kanonok. 2013-ban újra elkészültek a névtáblák a horvát nemzetiségi önkormányzat jóvoltából. A Hősök útja táblát Tóth Péter helyi fafaragó készítette, akinek egyébként számos alkotása csodálható még meg a településen. A temetőbe lépve az egykori kis kápolna haranglábja fogadja a látogatót. Ma már csak az emlékeztet az egykori kápolnára. 1958-ig a kápolna felépítéséig a halottakat otthon ravatalozták fel, és csak kis idővel a temetés előtt vitték ki a temetőbe. A kápolna idővel túl kicsinyek bizonyult, az új ravatalozó 2012-ben készült el. Ekkor a régi szép sírköveket a bejáratnál elhelyezték. A temető közepén magasodik a nagy kereszt. Milkovics Ferenc és családja 1956-ban elhagyta a hazánkat és Amerikában talált új otthonra. 1957-ben állítatta szülőfaluja számára, külhomból támogatva anyagilag a munkálatokat. Máté Melsígy sírja közvetlen a nagy kereszt mellett található. A híres filozófus, papköltő, nyughelyéhez rendszeresen zarándokolnak a környező magyar és burgenlandi horvát falvakból. Mellette egy másik plébános, Krajner János nyugszik. Közelében található dr. Orosz József sírja, aki kiváló és emberséges orvosként dolgozott 1927-től 1972-től. 1332-ben tesznek említést, ezt a törökök elpusztítják. A ma is látható épületet a 17. század közepéről eredeztetik a források. 1659-ben már Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt templomként jegyzik. Többszöri átépítéssel alakították ki a mai formáját. Well, you may not be no beauty, but you sure look good to me. Well, I know one thing for certain, I won't ever set you free. 1928 között. A templom mellett álló emlékművét Balázs András, Zalaszent grófi művész faragta 1992-ben. A plébános arcképe mellett a dombor művön munkásságára utaló motívumot is lehet is állni. A tűzoltószertárnál járunk most. Magyar Kimlén 1885-ben, Horváth Kimlén 1886-ban alakult az önkéntes tűzoltó egyesület. Más források szerint 1888-ban közösen alapította a két falu tűzoltóságot, melyen Gladics Pál Száz, Mersit Máté, plébános 20 forint összegű adománnyal támogatott. A paplakot azt megvette az önkormányzat, és át lesz alakítva, megvan a terve, pályáztak rá. Az épület korábban községházaként, majd takarék szövetkezetként működött. 94-től a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat székhelye. Itt tartja próbáit a Máli Duna Énekkar és a Horvát Klub foglalkozásoknak is helyet ad.
Az épületben állandó kiállításként hagyományos viseletbe öltöztetett babák mutatják be a horvátság színes ruházatát. És itt látható az Európában egyedülálló népszogás, a borbálajárás kelléktára is. Ez a öntvény rész, ez még a régi? Az útkeresztezésben találjuk a 2013-ban lakossági összefogással megújult Artézi kutat. A támogatók hosszú névsora a kút mellett az álló táblán olvasható, melynek fa munkáit Stipkovics Pál faforagásait pedig Tóth Péter készítette. Olvashatjuk, hogy a 20 méter mély kutat várjuk után 1954-ben egy egészséges és tiszta ivóvizet biztosítsanak az itt élő számára. Itt töltötték meg a földekre, A régi híd horvát-kimlei hídfőjénél található. 2015. június 5-én avatták fel a trianoni kopjafát és keresztet Nyilasi György Zoltán fafaragó alkotásait. A kimlei trianoni baráti kör elképzelése és anyagi támogatása nyomán. A Mosodi Duna felett a régi híd egyik tartópillére lett a trianoni emlékművet teljessétevő apostoli kereszt helye, mely éjszakai megvilágításban impozáns látvány nyújt a sötét folyó szokás szerint. A nagy keresztet Krónejsz Antal emeltette 1915-ben a diftéria járványban elhunyt három testvére emlékére, ezt német felirat is megörökíti. Az elhunytak emlékére és az élők vigasztalására állította ezt a keresztet Krónejsz Antal. És Reknitzer Terézia, a nagyon tisztelt Gladics Pál. Reknitzer. Terézia, a nagyon tisztelt Gladics Pál plébános idején az 1915-ös háborús évben. Ez pápai kamarás volt, pápa, Róma. Tehát mit tudom én, volt lóvéja, mert ez, ezt mondtam, hogy ez vette a 40 hegedűt annak idején. Igen, ugye? Igen, beszéltél róla. És azért itt van eltemetve, itt van balról. Ja. De hát egy nagyon szigorú pap volt, olyan szigorú pap volt, ugye, hogy 18 éven alattiak este 8 óra után nem tartózkodhattak az utcán. Hogy az első szakasz. Kívánságja. Szent Anna kápolna. A Mária Kálnoki dilőjút és a Mosoly Duna között található mindössze 6 négyzetméter nagyságú kápolnát 1862-ben a Stipkovics család építette, ahogy a német nyelvű feliratból következtetni lehet. A hit és a köszönet jeléül. Az Úr magasztalására és Szent Anna tiszteletére. Hogy kell kimondani? Fraunauer. Fraunauer. A Frau az Nauer né. Fraunauer keresztet, vagy ahogy a helyiek nevezik a Vissza keresztet, a visszaemlékezések szerint 1847-ben állította a Fraunauer család. Johann Parapati helyi plébános szentelte fel. Története: a Fraunauer család egyszer erre kocsikázott. A lovak megcsúsztak a Dunaparton, és a kocsi az utasokkal együtt a vízbe csúszott. Szerencsére senki sem sérült meg a balesetben. A család hálából állítatta a keresztet, mely a Mária Kálnoki zarándoklat második állomása lett. Június 13-án újra összeállt kis csapatunk, és végre mind a 33 nevezetességet sikerült közösen felkeresnünk. Túránk Novák pusztán ért véget, és büszkén jelenthetjük, hogy teljesítettük a vállalt kihívást.